ennyi volt. Ilyen jól megvan a támadag. Most már csak megvárom, hogy egy picit felszívják magukat a szemek. Ezen a horgás azon egyébként most ezek a nagyobb darabosas szemcsét nem fognak visszakerülni a keverékbe. Ennek egyszerű oka van, rapid horgásodra készülök, ezért keveltem be csak fél kilót. Ez úgy gondolom, hogy most teljesen felesleges gyors pecához. Ezt visszaöntöm a csomagjába. Miért is ne használhatnám fel? És nekünk ez a nagy tisztaságú homogén etetőanyag kell most. Jó még tapintani is. Igazából nagyon sok pont megviccelt már itt a nádastamon, hogy hú, mekkora lesz, 20 meg minden, 10 feletti, hozta nagy szákot, meg ilyesmik. Bizony-bizony brutál erőben vannak, itt a kisebb pontjak is, de szerencsére most egy nagyobb pontjacskával hozott össze a jó sors, ennek felvételeit nézitek most. Elsőre betódra, első dobás,
fél percig volt benne a szerelék. Hogy őszinte legyek, a csalit nem tudom. Ez a, ez veri a FX1-et, a, nem, a Citcon a csali, vagy várjunk, a Citcon a szetetőanyag, leverte a Champion Corn-t, az FX1-et, meg a TTM Bio-t is. Első dobásra, azt hittem egyébként, hogy ilyen kettes forma, de azért látszódik, hogy azért nagyobb ám. Kicsit nehéz megtartani az uszonyától, de ugyan csinálok egy képet. 9. Mennyire látszódik? 9,3. 9 kilós. Ja. Szép, első dobásra. Jó, mi? Irány haza. Levertem mindent az előző 3 metodos videóban. A Citcon-t reszelt el, Citcon-etető anyaggal. Honnan tudom? Onnan, hogy egyikre Citcon-t raktam, másikra meg a vajsavananászt, és ezen van a vajsavananász, amit kivettem. A Zenson felavatva, sikeresen. Azt mondja, működik a Citcon. Nem hittem volna. Egyébként másodom is csali nincsen nálam, mert sajnos tudom, hogy idén nyáron, vagy idén tavasszal nem működött más. Legfeljebb márciusban még a mojitó volt, ami nagyon működött, de azon kívül mással nem bírtunk adat fogni. Vagy a Citcon-os gumikukorica, nem tudom, hogy mennyire számít. Citcon fel. Stopper is. Őszintén mondtátok, hogy miért nem csali tüskét alkalmazom. Talán így úgy gondolom, hogy tartósabb a csali. Tehát többször is visszadobható, ha nem rúgja le a hal. Na végre már, hogy elhúzta valami normálisabb is a metodot. Ugye mondtam, hogy meg lehet fogni kisebb csalival is. A stoppert meg elejtem. Hát igen, egy picit azért valóban jobb volna a csali tüske, de van, hogy a gumikukorica leesik róla, azt én meg pocsékolásnak tartom. Tehát, hogyha 10 darab van, akkor 10 hal és kész. Hogyha nagyon le rúgja a hal. Háttérben segít egy kolléga, én meg a Citcon-ra megint fogtam egy kisebb sötét színű pontyot. Engedem vissza, aztán dobok vissza megint. Működik a vajsavananász is, kérem szépen. Ő volt etettes. Most kisebbek jönnek. Összefogdassuk mindjárt kisebbekből is 9 kilót.
ő a következő hal. Nagyon érdekes, hogy ő most ilyen 30 méterről jött. Ugyanis úgy látom, hogy a szél ide tolja ki a halat most, rövidre. Én megpróbáltam röviden, egy perc alatt elcsavarta. Engedem vissza, mindjárt bemutatom, hogy mit alkalmaztam. Látható egyébként, hogy mennyi minden van nálam. Gél, spray, amolyan, amilyen gél, mindenféle. De most az őszintét bevallva, az hozta az eredményt, hogy valószínűleg hallatszódik, hogy fúj a szél. Mivel nagyon erre szembe fúj a szél, így gondoltam, hogy hát ha kintebb tolta az áramot a halakat. És megpróbáltam itt 30 méteren. Remélem, hogy hallatszódik egyébként a hangom a nagy széltől. Az a dolog, amit alkalmaztam, az kicsit érdekes, de ezt a turbogélt teljesen rányatom a metódkosára, jó bőségesen. Majd nem egy újabb réteg kaja jött, hanem újra belenyomtam ezt. Oké. Okay. És így megkaptam ezt a nagyon alamás kosarat. Ezért egy csöpi van a szájában. Nem tudom mennyire látszódik, de ez tigris magyaró. Őszintén leszek, tesztelgettem a csalikkal. Fölraktam a citkant, a mangót, a puncsmentát, a fokhagymát, mindent feltettem. És 2 óráig egy kapást nem bírtam elérni. Viszont felkerült, ahogy most a vajsavas tigris magyaró. Egyből elcsavart a 2 perc alatt. Azt hiszem ezzel kell tovább folytatnom. Ja, még a vajsavananászt is feltettem. Meg még a vajsav mangót is. Mindent felpróbáltam. Őszintén szóval tanástalan voltam, de megoldódott a probléma. Meg fúj a szél. Tigris magyarul elő elúszott. Úgy tűnik megéri kísérletezni a holt időszakokban is, hiszen most a turbó tigris N-butrikacidat húzta el, tehát vajsavasat. Úgy látom, elkapott gyorsan. De érdekes. Na mindegy. A tigris magyarul egyébként eléggé univerzális csali. Tehát ez most nem olyan, hogy le fog esni majd a hajszál előkéről, vagy valamiről. Vagy leoldódik. Nem, ez egy eléggé kemény mag. Ó, nem jól töltöttem. Na mindegy. Először is egyébként jó színűtig töltem a metódkosár töltőt. Majd ezt kinyomom. Látszódik, már nem sok etetőanyagom van, de nem is akartam sokáig maradni. Mint mondtam, ez csak egy ilyen rapid horgászat. Most kerül bele a tigris. Ezt így félig elfedem. Ismét belenyomom a kosarat. Egy picit azért kijön, azt nyugodtan vissza lehet tenni. Kivesszük, és ott a tigris magyarul nem tudom mennyire látszódik. Ott. Természetesen a szél és a többi időjárási jelenség is nagyban be tudja folyásolni a horgászatunkat, így most az enyém igen rövid és kevés halat adó peca lett. Természetesen nem vagyok csalódott, hiszen a nádastó ismét megajándékozott a videóban egy 9 kilós tükrössel. Persze, ez megfelelő csali és etetőanyag nélkül nem biztos, hogy sikerült volna. A termékhez a linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, ha tetszett, mindenki dobj egy lájkot és egy feliratkozást is, ha nem akarsz lemaradni a szeptemberi nagyhalas videóimról. További szép napot, sziasztok!